Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay. Brooklyn Bounce is your destination. Restart. Nos, köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Itt van, bent van Opelka. Első rendszám is megvan, csak leesett most, hogy kacimbáltuk. Tehát itt van Opelka. Egy transzplantációra ugrott be. És reményeim szerint, ha minden jól megy, akkor az új szívével most már bátran, stabilan fog futni. Reménykedjünk benne. És itt van az újonc, ő várja a kis helyét. Remélhetőleg majd ő is föléled. Tehát itt egy motor kiemelés lesz, amíg valaki nem vágta le. Hát ugye fölevenékeket. Tavaly november elején kifújta a hengerfejtömítést, aztán vettem másik fejtömítést, beépítettem. Ugyanúgy kifújta, és akkor kiderült, hogy megrepett a hengerfej. Akkor vettem egy másik bontott motort, és annak a hengerfeje, a turbója és az adagolója került fel. Aztán beindult a szerkezet, de ugye egyik szelep el volt görbülve, és három hengerezett. Akkor szereztem egy másik bontott hengerfejet, ami most rajta van, és ugyanúgy szintén zenész, kifújta kb. 20 másodperc alatt a hengerfejtömítést, majd akit érdekel, privátba, rá is elmondom a nagy trükköket, mert itt a hengerfejtömítéssel vannak trükközve, tehát nagyon be kell azonosítani, hogy mit teszünk fel rá, milyen hengerfejtömítést, milyen hengerfej, milyen blokkra. Egyszerű a történet, ha kétékes a hengerfej, akkor kétékesnek kell lenni a blokknak is. Tehát nem lehet csereberéni, hogy most a kétékes blokkra ráteszem az egy ékes hengerfejet és a hengerfejtömítést, mert akkor megint kifújba. Ugyanis a trükk abban van, hogy mennyire jön ki a hüvelyből a dugattyú. Mert ugye a dugattyú, fölteszik a hengerfejet a motorra, a dugattyúnak és a hengerfejnek, a dugattyú tetejének és a hengerfejtömítésnek egy síkban kell lennie. Ha kisebb, tehát vastagabb a hengerfejtömítés, akkor ahogy beindítottuk, pár másodperc, maximum egy percen belül ki fújni a tömítésünket. Úgyhogy, tehát végülis ennyi a trükk, akkor így nem kell rámirogatni privátban. De ha valaki részleteiben kíváncsi, szívesen válaszolok. Na, ne is húzzuk a szót, tehát ezt a motort szép csendes kapjuk a picsába innen. Én fogom kikapni, és beleültetjük azt a motort, ami bent van a műhelyben, tegnap már készítettem róla képeket, tehát azt a motort fogjuk beépíteni, és elvileg működni fog. Aztán itt van az újonc is, megmutatom nektek, hogy lássátok, milyen állapotban van. Ő állapotban, elnézést kérek, valaki emleget, ő ilyen állapotban van, szintén hengerfejes, szintén repedéses, és várom, őt már beazonosítottam, tehát nem kell széttrimbóni, szétkabálni, és most várom hozzá a hengerfejet, aztán ha megjön a hengerfej, akkor lesz szétkapva. Hát nem tudom, közben, mert ugye van még egy kombi Astra Pesten, egy benzines, nem tudom, hogy ezt is összerakjam-e, vagy csak hagyjam meg alkatrészt, nem tudom. Nem, elbizonytalanodtam, mert aztán
fog jönni egy Astra, aki esetlegesen azt hiszi, hogy az Astrákba szerelmesedtem bele, azokat kiábrál, ki kell, hogy ábrándítsam, nem vagyok beléjük szerelmes, most jön Aleko. Aleko és Buksi. Buksi és Aleko. Tehát nem vagyok beléjük szerelmes, csak ez az Isuzu motoros rendkívül bevált. Na, akkor kezdem is a motor kiemelést.